A korábbi rivalizálást a jövőben az összefogás váltja fel. Ezt Kovács Ferenc és Papp László hangsúlyozta azon a sajtótájékoztatón, amelyen a Nyíregyháza és Debrecen között tervezett együttműködést jelentették be a két város polgármesterei. A megállapodás a két megye székhely közép- és hosszú távú stratégiáinak egyesítését tűzte ki célul. A fő feladatok között szerepel a települések közötti közlekedés fejlesztése is. A négyes kétszer-kétsávossá építését jelenteni, de az elővárosi vasút Nyíregyházától közvetlenül a debreceni repülőtérig szintén megvalósítható. A repülőtér, a két repülőtér összehangolt fejlesztése is ebbe a körbe tartozik. Innen pedig már egy lépés a turizmus közös fejlesztése, többek között a repülővel érkező turisták megfelelő kiszolgálása érdekében. A Nyíregyházán jelenleg folyamatban lévő számos beruházás is ezt szolgálja, így például a Sóstón épülő négy csillagos szálloda, vagy az állatpark új attrakciói is. De az együttműködés a közlekedésen és a turizmuson túl kitér a gazdaság, az oktatás, a kultúra és a civil kapcsolatok területén rejlő lehetőségekre is. Ez nem csak a két város, hanem két város agglomerációra, térségre. Én azt gondolom, nem túlzás azt mondani, hogy az egész régióra pozitívan hathat. És mi belegondoljuk azt is, hogy a határon túli kapcsolataink a mind Debrecennek, mind Nyíregyházának igen kiterjedt, tehát a felvidék, kárpátai és partium vonatkozásában, tehát az ottani városok, testvérvárosokkal, az ottani magyarság való kapcsolattartást is erősíti. A két város, a két térség megerősítése a régió versenyképessége szempontjából kiemelten fontos kérdés, emelte ki a két polgármester. Mint mondták, mind az Európai Unió, mind pedig Magyarország tekintetében az Észak-Alföld a kevésbé fejlett régiók közé tartozik. A mostani együttműködéssel ezen kívánnak javítani. Aki itt születik, az itt tervezze az életét, itt tervezze a jövőjét, és szakítsunk azzal a folyamattal, amely jellemzi ma Magyarországot, hogy Közép-Magyarország és Nyugat-Magyarország, vagy akár Nyugat-Európa inkább ebből a térségből elszívja a munkaerőt. A közös fejlesztési pontok megtalálásával a 2020 utáni időszakra is felszeretne készülni a két város. Ekkortól ugyanis megváltozik az Európai Uniós támogatási rendszer. Fontos, hogy gazdaságilag úgy erősödjenek meg a városaink, hogy egy csökkentett mennyiségű Európai Uniós forrás alapján is tovább tudjanak dinamikusan fejlődni. Ezt szolgálják a gazdaságfejlesztési folyamataink, és nagy valószínűséggel föl fognak értékelődni a központi brüsszeli források, és föl fognak értékelődni a térségi kapcsolatok, a városok közötti együttműködések. Ez az együttműködési megállapodás már ennek az előjele. A javaslatokat a két város közgyűlés elé terjesztik, amelyek csütörtökön dönthetnek a megállapodásról. A polgármesterek ezt követően pénteken írhatják alá az együttműködés Debrecenben.